Gyurcsány Ferenc újabb összödi beszédet mondott a Spirit FM-nek nyilatkozva, így reagált Deutsch Tamás arra az interjúra, amelyben a DK vezér elismerte, hogy a kormány megbuktatásáért dolgoznak Brüsszelben a DK-s EP képviselők, és hogy sokat tettek azért, hogy Magyarország még mindig nem kapta meg az egyébként jogosan járó uniós pénzeket. A Kossuth Rádiónak nyilatkozó elemző rámutatott, Gyurcsány Ferencék ezzel nem a kormánynak ártanak, hanem minden magyar embernek. Igen, dolgoztunk azért, hogy az Európai Unió olyan feltételeket támaszon, amelyek lebontják, de legalábbis meggyengítik Orbán korrupt, önkényre épülő világát. Gyurcsány Ferenc egy hete ezzel a közösségi oldalán tett kijelentésével vallotta be, a Magyarországnak járó uniós pénzek ellen lobbiznak. Nem tud jönni. Ezt honnan tudja? Hogy honnan gondolja? Hát világos, mint a nap. A DK elnöke később a Spirit FM Harcosok Klubja című műsorában is ráerősítette a baloldal szándékára. Azt mondta, a hazánkkal szemben támasztott úgynevezett 27 szupermérföldkő csak egy álca volt Brüsszel részéről. Valójában az Unió azt mondta, hogy akkor kaptok pénzt, ha főszámoljátok a NERT. Csak ez bele van öltöztetve egy jogi köntösbe. Most nincs az a magyar ember, aki ezt a 27-et el tudná magának mondani, most én se fejből, de mi azért nagyon sokat dolgozunk, őszintén szóval. A DK brüsszeli képviselőit külön kiemelte Gyurcsány Ferenc, mint akik nagyon sokat tettek és tesznek azért, hogy az EU olyan feltételeket támaszon a törvényesen járó pénzek kifizetéséért cserébe, ami a kormány bukásához vezetne. Nem kell hazudni, hát mi voltunk ott. Ez volt a dolgunk. Világos szavak, világosak, botrányosak és antidemokratikusak. Egészen megdöbbentő nyíltsággal beszélt Gyurcsány Ferenc arról, hogy azért dolgoznak, hogy az EU ne adja oda a nekünk egyébként jogosan járó uniós forrásokat, közölte Dömötör Csaba. A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a DK-s Arató Gergelynek napirend előtt azt mondta hétfőn, így már érthető, hogy Brüsszelből miért állnak elő újabb és újabb követelésekkel Magyarország felé az uniós pénzek kifizetéséért cserébe. Szóval értjük, hogy miért akarják ezt. Egyrészt azért, mert Brüsszelben irányváltást akarnak a magyar háborúval kapcsolatos politikában, másrészt meg azért, mert maguk kormányváltást akarnak, és ezt a brüsszeli pénzek visszatartásán keresztül akarják elérni. Gyurcsány Ferenc az esetben jó eséllyel igazat beszélt. Amikor valaki a kalapácsot nem a szögbeverésre, hanem azt fegyverként használja, jelesül saját népe ellen, az bűnt követel. Ezt teszi Gyurcsány Ferenc is az uniós pénzek elleni lobby tevékenységével Pálfalvi Milán szerint. A Nézőpontintézet elemzője a Kossuth Rádióban azt mondta, Gyurcsány Ferenc fordítva ül a lovon és arra játszik, hogy az unióval karöltve közösen gyengítsék a magyar kormányt. Az Európai Uniónak pontosan az lenne a dolga, hogy az európai polgároknak az érdekét szolgálják. Ezt kikényszeríteni jövőre, 2024-ben az európai polgárok fogják tudni, mégpedig az európai parlamenti választásokon. Ismét egy gyurcsányi összödi beszéddel van dolgunk. A magyar dollárbaloldal nyilvánvalóan hazudott abban a kérdésben, hogy bármifajta jogi probléma lenne az oka annak, hogy évek óta visszatartják a Magyarországnak jogszerűen járó Európai Uniós fejlesztési forrásokat. Erről Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő beszélt Gyurcsány Ferenc rádió interjúja kapcsán. A valóság ezzel szemben az, hangzott a gyurcsányi beismerés, hogy az Európai Bizottsággal közösen a magyar dollárbaloldal politikai okokból támadja Magyarországot, a magyar dollárbaloldal európai parlamenti képviselői, a magyar dollárbaloldal magyar közéletben szerepet vállaló képviselői nyilvánvalóan politikai hatalmi céloktól vezettetve áskálódnak a saját hazájuk ellen. Deutsch Tamás hozzátette, a gyurcsányi beismerés számos kérdést vet fel, amit tisztázni kell. Az ezzel kapcsolatos javaslataikat megküldik a kormánypárti frakciók számára.